Na gyerekek, azóta nagy előrelépés nem igazán történt. Összviszonyítva visszajöttem a jelenbe. És hát ezt a részt is még nem néztünk meg. Lőttem egy portált oda. Mert ugye itt a jelenben van Death Grip. Mert ez nagyon nem működik, ez a egyik lélek formában a másiknak átdobom portálon keresztül a Shadow Bombot. Pedig amúgy a Soul Splitteres cuccal működnie kéne. De próbáljuk ki ezt itt, hogy... Igen, itt átjöttünk ide. Nagyon fasza. Mert ugye ezt itt nem néztük eddig még meg. Na de. Igen, itt arra szolgál, hogy vissza tudjak menni. Ez mind szép és jó. De... Mi a faszom értelme van? Itt... Hát, ez húzós lesz. Fingom nincsen, hogy ez hogy kéne. Jó, megvannak lőve a portálok. Ennyi elég annyi. Megvannak lőve a portálok itt a jelenbe. Szerintem, ha visszamegyünk a múltba, akkor... Kurvára nem fog érni semmit, na de mindegy. De van valami jelentőség annak, hogy ott van Death Grip, egyszerűen... Kurva, anyád nem bújsz el, köcsök kristály. Hoppáré. Miket találok én itt? Tehát igen, itt volt Death Grip és át tudunk menni oda. Hát de máshol nincsen Facewalker-es rész ott. Mindegy, megvannak ott nyitva a portálok. De nem, ez nem fér a fejembe egyszerűen. Hogy itt most... Hogy mert hogyha itt az egyik ilyen zéfelünkkel visszamegyünk, akkor veszik az egész. Igen, ezt így nem lehet. De most akkor mi a toszt kell itt? Jó, akkor megpróbálom azt, hogy itt meglövöm a hülye portálokat és utána megyek vissza. Azt még nem próbáltam. Vagy beválik, vagy nem. Ezt nem akarom máshonnan lenézni, faszom. Eddig se tettem, egyedül a Soul Arbiters Maze-nél. És se akarok arra fanyalódni, hogy lenézem, hogy ezt hogy kell megcsinálni, faszom. Én magamtól rá fogok jönni. Előbb-utóbb. Igen, jó. Megvannak nyitva ezek a szarok. De most nem tudom, hogyha lövök egy Facewalkert, ez... akkor ezek elvesznek-e? Ja, igen, ilyenkor elvesznek, de akkor meg hogy a faszba? De nem bírok rájönni. Egyszerűen erre kurvára nem tudok rájönni, mert azt is próbáltam, hogy ott választjuk ketté magunkat, de akkor meg nem tudok odáig elszaladni, mert bomlik a kapcsolat. Tehát csak az eredeti elgondolásom szerint lehet, de nem tudom. Egyszerűen bassza meg, van itt valami, amit nem veszek észre. Esetleg kombinálva. Nem lehet. A kurvára nem. Jó van. Ezt hogy csináltam meg annó, basszus? Mert ott meg lehet használni azt a portált, tehát azok ott nyitva vannak. Másik időben. De ott nem tudok átmenni. Hát igen. Bazd meg. Ez feladja most a leckét rendesen.
általában rájövök a dolgokra, de tényleg. Na, ez is elég érdekes szögbe lehet ott meglőni. Tényleg. Igen, mert itt át tudok menni fentre. Oké. Viszont itt így kurvára nincsen Shadow Bomb. Ja. Tehát... ez nekem így nagyon point lesz most. De komolyan. Ez így kibaszott two point lesz. Mert itt így nincs itt egy ilyen semmilyen hülye platform. Mivel azt ott ki lehet nyitni, hát... jó. Nem tudom ez hogy lesz megoldva. Az a buzi skeleton kihez kéne hozzájutni, tudom, de akkor is. Ez nem fog egyről kettőre menni. Mondom, itt csak az az elgondolásom, hogy itt ketté választom magam. Igen. És? Akkor? De itt viszont nincs ilyen death grip-es cucc. Igen. Ez a baj az egésszel. Nem tudom. Komolyan nem tudom, hogy itt mi a teendő. Egyszerűen bazd meg, erre itt nem tudok rájönni, hogy most hogy ügyesen fel van építve, persze, de... hát nem tudom, más kénemnek átpasszolni a Shadow Bombot. És ez bosszant, pedig amúgy meg lehetne oldani. Vagy a másik ilyenne jöjjek el idáig? Összvissza annyi lenne a történet? Aha! Akkor itt fogok szórakozni, jól van! Akkor az a portál ott... aha! Az csak a jelenbe számít, itt a múltban rohadtul nem. Jó van, akkor... próbáljuk meg ezt a fapados megoldást. Igen, így működik, de portálon keresztül nem. Igen. Létezik, hogy ennyiből meg lehetne oldani? Ó, bazd meg! Hát tiszta amatőr vagyok, komolyan. Igen, akkor az a portál ott, itt a múltban nem igazán ér sokat. Csak a jelenbe, jól van. Utolsó pillanatban leesek, az bomlik a kapcsolat. Erre is csak én vagyok képes. Faszom. Tehát akkor, ja, ezt túl bonyolítottam egy kicsit. Az a helyzet. Ötletnek nem volt rossz én szerintem, én azt gondolom, szerintelenség nélkül állíthatom. De, ja, hajlamos vagyok néha túlbonyolítani a dolgokat, de ezt itt különösen sikerült. Különösen. Csak azért kell a Soul Splitter, hogy megnyissuk itt ezt a buzi kaput. Jól van. Oké. Még jó, hogy ez nem robban fel a kezünkbe. Na. Finally. Tehát akkor, igen, ide csak ezért jöttünk vissza. Ugye, másképp van fölépítve a múlt, mint a jelen, de hát ezt gondolom már ti is láttátok itt.
akkor a másik ilyen hülye ládában pedig valószínűleg dungeon map volt. Ugye nem tudtam megközelíteni, de hát szerintem nem vesztettem semmit. Hát jó, elment ezzel egy kis idő, de legalább magamtól jöttem rá. És ez a lényeg. Na igen, ide viszont, hogy a faszba jutunk át, tehát jaj, ne trollkodjunk már komolyan. Tényleg? Megmehetek vissza a múltba? Erről lenne szó? Jó van. Ha persze, mert itt meg rendesen föl van építve a híd. Jó, gyertek már, buzik, gyertek, rohadjatok ketté. Nyakon basztok benneteket, Getsző, hogy beépültök a gipszkartonba. Kombó rekord, 117-es, mi van? Bence, remélem sikerült megdöntem azt a rekordodat. Összvisz egy képességgel meg lehet oldani. Én erősebb ellenfelekem, vagy inkább sok elemin. Akiknek azért több a HP-ja, azon elnyomsz egy ilyen Reaper Stormot, aztán... Király. Gondolom ezek mögött meg itt megint lesz egy portál, amivel meg a jelenbe megyünk vissza. Mondjuk nem az fasság lenne, mert a Samael-t azt valószínűleg a múltba tudunk megküzdeni vele, mert ugye a jelenbe már nincs itt. Tehát ez a Shadow's Edge nekem így kiváltképpen tetszik, de... igen, ez itt egy shortcut, és erre pedig tovább megyünk. Para-para. Na, egyéb már ilyen kemény fiam, végén még összeesek. Na, és egy olyan megoldhatatlan rész, és most tartunk a 38. résznél. Nem akarok itt fasságokat beszélni megint, de lehet, hogy egy 50 része alatt lenyomjuk a játékot, bár nem tudom, hogy a két plusz kampány az igazából mennyi időt vesz igénybe, de... Ó, várjunk egy kicsit. Szóval itt nem tudunk átmenni. Itt? Ez az értelmes döntés. Portált nyitunk. Erre sem nagyon tudunk átmenni, pedig kurvára kéne. No, mindegy. Jó, na, hogy leessük itt valahova, inkább engedjük belőjük a tárat, aztán csókolom. Portál 1. És biztos van értelme, hogy ha már oda rakták. Találtunk megint egy ilyen hülye törpét. Jól van már, jól van, de tényleg. Király. Ez mind szép és jó. Csak most megint mi a retket kell csinálni? Faszom. És föl lehet jönni, jó van? Oké, jó van. Easy carry. Ez itt viszont már nekem nagyon... Az lenne a Samaelnek a szobra. Szerintem igazából itt is fogunk vele megküzdeni. Van egy olyan sanda gyanúm. Igazából tök mindegy, mi van nálunk, szerintem. Miért megyünk itt vissza a jelenbe?
Ja, lehet, hogy még a közelében nem vagyunk amúgy. Hát fasságokat beszélek. És de. Igen, ez lenne a szemel. Dír. Basszus, kicsit beállt a lábam. This visit is unsanctioned. In fact, no one knows you. Senki nem tudja, hogy itt vagyok. Not a soul. Hand over the key, it could be our little secret. Megint a törzsítene? Igen, most ezt kéne legyűrni. Kemény egy gyerek. Hát szerintem a Death az túl flagma karakter hősnek, de... Na jó, azért nem. Rendes gyerek. Igen, adod a kulcsot, hogy vegyem előre, mert már tudom rá a választ. Kurva anyád, hát mi a faszomat csinálsz? Te mi a retket csinálsz ott, hombre? Egy ilyen lassú csótányról beszélünk. Na jó, buzikám, megemberelted magad? Ahogy látom, igen. Hé, hey, ezt a Nameless King-től loptad ezt a mozdulatot? Na jó, nem mondanám, mert ez a játék volt előbb. Ha, csak ne elfáradtál! Bazze, nem nyomtam időbe a B-t. Scheisse. Troll ez az ember. Pont akkor nyomtam erre a harvestet, baszki, amikor éppen sebezhetetlen volt, hogy látom neki rengeteg olyan. Ó, bazd meg! Mi a fasz? Mi a vértükrös fasz van itt? Meg, hát pillanatig azt sem tudtam, hol a faszomba vagyok. Arról nem volt szó, hogy ennyi kurva HP potit fog rá elhasználni, de... Az meg ez így kurvára nem lesz jó.
De ezt hogy a zsákomba kerüljem ki? Kész horror ez a fickó. Hoppá! Az évek meg a rutin. Lord Belial. Hoppá, ez is plusz kampány akar lenni? Igen. A harmadik királyság egyébként a földre utal, az emberiségre. Truth. Elfelejtett gonosz, igen. Belial, Demon Lord. Hoppá, akkor már kapásból három kampányunk van. Megkaptunk egy giftet is. Jól van. Szerintem a következő videó előtt akkor kinyitok egy olyan Death Tomb-ot a Lerodedy Boss King-nél, megnézem mit kaptam, aztán akkor más már igazából nincsen. Tényleg az, hogy szinte mikor fogunk lépni? Még csak a 21-esnek a felénél vagyunk, tehát lehet a Crucible az nagyon csak New Game pluszos történet. De amúgy az még belefér, sőt nem csak belefér, meg csak 20 percnél tartok. Ja, valamelyikbe bele kéne kezdeni. Vagy az Abyssal Forge, vagy az Argus Tomb, vagy nem tudom. Na, még maradt egy kortyom. Kislány korty, ja. Ja igen, most nyílt meg a Crucible-nek a 3-as vagy 4-es hullám, nem akarok hülyeséget mondani. De amúgy vissza kéne menni, nem előre. Mert ugye a Guardian, meg a Wailing Host és a Samael azok ilyen kulcsfontosságú figurák. Ugye azokkal nyílik meg a Crucible. Igen, a 4-es hullám pedig ugye a 76-tól 100-ig, az pedig akkor fog megnyílni, hogyha elérjük a 25-ös szintet. Jaja. Strength. Király, ezzel is megvagyunk. Hát akkor most már igazából az következik, hogy a Tree of Death-hez visszamegyünk, és nyomhatnánk a végjátékot, de nekünk van még plusz kampányunk. A Crucible-t meg azért nem akarom addig nyomni, amíg nincs feloldva a Stage 4, mert ugye ezt az Aftermath névre hallgató kalapácsot csak akkor tudjuk megszerezni, hogyha egyben lenyomjuk mind a 100 hullámot. I have the key. Then at last you may enter the well of souls. I've come this far, Croft. Then be what well is corrupted. Yes. Then I will see this. Remember what you have learned, even death. The keys, the web. You test yourself. And now, will you bring death? Oh, hoppá, aztán lehet ebből végjáték lesz. Ja, hogyha visszajövünk ide, ebből végjáték lesz. De nem, ezt akartam még, gyerekek. Hát mi a fasz folyik itt? Ezt nem. Előbb még az opcionális tartalmakat én le akarom nyomni, hát akkor bassza meg. Hú, vissza kéne varázsolni valami előző mentést itt. Ajajajajaj. Azt nem gondoltam, hogy ez így fog menni. Ezt úgy látszik elfelejtettem, hogy amint visszajövünk ide, akkor... Jó, akkor ezt még nem nyomjuk. Ha nem... Annyit még csináljunk meg, hogy...
nem, itt... Szerintem egyből ez van, hogy... I have the key, Crowfather. Igen, itt egyből ez van. Akkor szerintem a plusz kampányokat csak ezután tudjuk nyomatni. I've come this far, Crowfather. I'm not turning back. Vagy... Hát nem, akkor max még annyit tudunk tenni, az ilyen Book of the Dead page-ekre gondoltam még, hogy kinyitjuk azt a Death Tomb-ot a Kingdom of the Dead-be, de akkor azt ezek szerint már itt nem tudjuk, akkor még annyi, hogy az a menü, amit ugye a töltés után behoz, abból nem lépünk ki, hanem akkor így itt nyomatjuk. Hát akkor nem is tudom. Kezdjük az Abyssal Forge-el, mert ugye azt oldottuk fel legelsőnek. Kíváncsi vagyok. Most teljesen ismeretlen területre tévedek. Igazából. Itt van valami térkép. Dreadmire. Aha. Hát ez szerintem csak egy ilyen hosszabb ideig tartó küldetés akar lenni. Gondolom ebbe, ha belemegyünk, az halál. Hát jó, akkor belekezdünk ebbe. Nem gondoltam volna, hogy már is így. De akkor nyomatjuk. Nyomatjuk aztán. Kellemes kis környezet. A Forgelands-nak egy ilyen kicsit betegebb formája. Itt. Lovas fuvart se lehet nyomatni. Szomorú vagyok. Aha, ez enyhén szólva halál, hogyha beletapicskolunk az ilyen genyába. Nem úgy van, mint a Dark Souls-ból, csak lassú mérgezés, aztán akkor sebződünk valamennyire nagy faszt. Ez majdnem azonnali halál. Nem tudom, hogy itt milyen boss lesz, de azért jó, jó lesz ez. Az meg falon futni akartam. Aha, most még tanácsolja és a játékos Soul Splitterezzünk, király. Igen, ez itt csak erre volt jó. Jó, jó kis kampány lesz ez. Már most érzem a vizeletemen. Kíváncsi vagyok, milyen bosszokat raktak bele. Hát a Demon Lord Belial-nál kicsit egyértelmű, de... A másik két izénél, opcionális helyszínnél igazából fingom nincs. Ho-ho-ho, megint a konstruktokkal fogunk szórakozni, meg ilyen golyóbisokkal. Nagyon király! Jó! Iron Glade. Tehát annyiban változik a dolog, hogy itt is Soul Splitterezni kell, aztán ennyi. De... elmondom... Egy pillanat türelmet kérek. Ahaj, csak visszajutni tudunk majd, jó. Hát akkor Soul Splitter. Hú, gyerekek, ez így nem jó. De pedig itt valahogy ezt meg kell csinálni. Hát azért... De most ezt így hogy gondolta a játék? Hm.
Igen, ezzel ott is kinyílik az egyik ilyen rácsos szar. És itt fölmegyünk, annak nincs semmi értelme, de ezt valahogy pedig meg kell csinálni, mert bomlik a kapcsolat, hogyha ott fölmegyünk, és az gáz. Nem itt falon futni se tudunk. Ajjajajajajaj, hát már kapásban egy olyan cucc, hogy... Nem tudom. Van egy ötletem. Az még belefér ebbe a vidibe, hogy ide állunk, ahova még konkrétan a játék ki is jelöli nekünk. Hol van? Oké. Remélem így elég lesz a táv. Á, bazd meg, ez felejtős. Nagyon felejtős. Á, büdös picsába. Szét fog menni a kapcsolat. Mondjuk nem, mert itt visszafele megyünk. Aha, jó, oké. Rendben, meg nyugodtan, fasza, király. Aha, jó, oké. Na, nagyon fasz a kis összetett dolog. Aha, igen, jó, most már viszont tudjuk ezt csinálni. Ennyi mindenképpen belefér a videóba. Jól van, oké. Király. Velem nem baszol ki, baszki. Azért már konkrétan végigjátszottam a játékot. Ez meg ilyen... Hát nem az, hogy újra felhasználás, de... Konkrétan itt már szerintem csak a környezet tud újat mutatni, tehát a összes felszerelésem megvan igazából. De mindegy, ezeket még mindenképpen lenyomjuk. A Crucible-ből meg szerintem... Ez nagyon csak New Game Plus-on lesz dolog, tehát azt nem közvetlenül így akkor a... végigjátszás után fogom fölrakni, mert a 25-ös szint az azért mondom, kicsikét arrébb lesz. De mindegy, arról is majd mindenképp megy föl, valószínűleg egy kommentár nélküli videó, meg facecam nélkül, mert a Crucible-t egyben lenyomni az azért hosszabb. Majdnem egy órás lesz szerintem az a felvétel, és azt azért még a Vegas-szal megvágom, hát én bele fogok őszülni, tehát... azt egyelőre akkor hanyagolnám. De addig is, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, András voltam. Sziasztok!